Szervusz, regő! Mindenki! Szervusz, regő! És így is tapsolunk neki, úgyhogy előbb én tapsolok, utána meg ti, anyukák! Anyukák, figyeljetek! Előbb én, aztán anyukák! Kedves regő! Kedves regő! Dalolnak, verselnek, mondókáznak a kárósemjéri szülők a ringató foglalkozáson. Gró Ilona énektanár, karvezető, a módszertan megalkotója, több évtizede foglalkozik a kisgyermekek zenei nevelésével. A szakember szerint a közös zenei élménynek felbecsülhetetlen szerepe van, nem csak a gyermekek fejlődése, hanem a szülővé válás szempontjából is. Mint mondja, nem a gyerekek megtanítása, nem a fejlesztés a cél, módszerével a felnőttekben is szeretne kedvet ébreszteni az énekléshez. A legfontosabb jellemzője, és éppen Kodályra szoktunk itt hivatkozni, a közös éneklés élménye, a közös éneklés öröme. Én azt gondolom, hogy valamiben pótolni igyekszünk azt, ami az iskolából kiszorult, de nem nincs szolmizálás, nem kapnak kottát, hanem egyszerűen olyan dalokat tanítok a felnőtteknek, amitől nekik is jobb lesz az a napjuk, vagy az életük, ha ez nem tűnik túl nagy kifejezésnek. És azt gondolom, hogy még az az egyik jellemzője, ami számomra nagyon fontos, hogy a gyerekek szabadon vannak. Tehát a gyerekeknek semmit sem kötelező csinálni, nem kapnak feladatokat. Köztünk vannak a játékokban, az ölbéli játékokban, különféle lovagoltatókban, simogatókban, ha akarnak, bekapcsolódnak, és ha nem akarnak, akkor nem. A Családügyi Minisztérium támogatásával és a kálósemjéni önkormányzat segítségével 13 pedagógusnak tartottak egy hetes módszertani tanfolyamot a Kállai Kúriában. A ringató tanfolyam része volt ez a bemutató foglalkozás, melyet kálósemjéni szülőknek és kicsiknek szerveztek. A ringató tanfolyamot a településen működő civil szervezet, illetőleg az önkormányzat kezdeményezésével került ide. Önkormányzatunk családbarát önkormányzati ranggal is rendelkezik, ebből kifolyólag nagy hangsúlyt fektetünk minden szinten a családoknak a támogatására, illetőleg a gyermeknevelésre, és ennek egy ékes példája ez a tanfolyam is. Az önkormányzat a Kállai Kúria keretein belül rendelkezésre bocsátja a helyszínt, illetőleg szállást ad a ide jövő pedagógusoknak, anyukáknak. A kezdeményezést hosszú távra tervezik. Az önkormányzat partner abban, hogy rendszeres ringatóképzések helyszíne legyen a Kállai Kúria. Céljuk, hogy a ringató módszertana az ország keleti csücskében is elterjedjen.